a megyében minden járási székhelyen és több településen lesz kormányablak. A közelmúltban kettő lett átadva, Rakamozon és Tiszaországban, ahol budapesti elfoglaltság miatt én nem tudtam részt venni, de most a közeli napokban, tehát szerdán, Nyíregyházán, Nagykállóban és Vásárosnaményban lesz átadva a kormányablak, illetve következő nap, 10-én Ibrányba. Ez is jelzi nem csak a számok alapján, hanem az ügyfélkör alapján is, hogy ezekkel a felújított, megújított kormányablakokkal, modernebb technikával, jobb számítógéperes rendszerrel tudjuk segíteni az ügyfeleket kulturált körülmények közt, hát nyilván a kérelmüket hamarabb tudják feldolgozni, hamarabb kap határozatot, hamarabb van az ügye elintézve, akár egy igazolásra, vagy bármilyen gépjármű ügyintézésről is van szó. Megtegyük hozzá kényelmesebben is, és van egy nagyon markáns törekvése a kormánynak, ugye a Magyarország digitalizációja kapcsán. Nagyon erőteljesen megjelent, hogy az összes, ha én jól tudom, de javítson ki kormány megbízott, a 20 legfontosabb ügykör már hónapokon belül teljesen informatikai áttérrel, elektronikus módon, akár egy darab telefonnal a kezünkben indítható, ügyintézhetővé válik. Hát ez azért nagy könnyebbség. Így van pontosan, tehát a kormányhatározat is megfogalmazta, hogy Nyíregyháza egyik kiemelt része országos szinten ennek a digitális programnak, és a maga a kormányablak fejlesztés része egy átfogó programnak itt Nyíregyházán, amiről van kormányhatározat. Másodszorban pedig nem is olyan régen, vagy két hete lett módosítva a kormányablakokban feldolgozandó ügyeknek a kormányrendelete bővítve lett ez a névsor, és ez a dologi része. Tehát ahogy dologi feltételekben javítjuk azt, hogy az ügyintézés gyorsabb legyen. De ez, és ezt mindig el szoktam mondani, ez nem pótolja azt a munkakultúrát önmagában, egy gyorsabb, modernebb számítógép, nyomtató, ügyfélhívó, azt a munkakultúrát, amelyet kell, hogy tanúsítsunk. Az ügyfélbarát munkát, ügyintézést. Hogyha bejön egy adófizető polgár, egy vállalkozó az ügyét intézni, akkor konkrét ügyben konkrét felvilágosítást kapjon, ügye be legyen fogadva, és a lehető legrövidebb időn belül el legyen intézve. Az idősek bentlakásos intézményében egészségügyi ellátás kiegészítő tevékenységként az új feladat, amit április óta végzünk. Áprilisban megkaptuk a hivatalos engedélyeket, ami azt jelenti, hogy áprilistól lehet hivatalosan a bentlakó ellátottak számára egészségügyi tevékenységet végezni, konkrétan olyan dolgokat, amik kórházi ápolást nem igényelnek, de intézményen belül, akinek nincs ilyen engedélye, nem lehet elvégezni, tehát mégiscsak kórházba kell szállítani. Ez egyfajta szakápolói tevékenység, eddig ugye az egészségügyi intézményeken, kórházakon belül lehetett ellátni. Magyarán szóval, hogyha valaki ilyen segítségre szorult, nem egy egyszerű ápolói vagy felügyeleti dologra, akkor kórházba kellett vonulnia. Így van, pontosan. Most pedig kvázi otthon bent az intézményben. Így van. Például egy katétercsere. Eddig, ha egy ellátottnak katétercserére volt szüksége, akkor megrendeltük a betegszállítót, bevitték a kórházba, ott töltött valamennyi napot, valamennyi időt, amíg kicserélték a katétert, majd a betegszállító valamikor visszahozta az intézménybe. Ez például egy olyan szaktevékenység, amit nem lehetne bentlakásos intézményben végezni. Tehát ezeket a betegeket már, vagy ellátottakat már nem kell kórházba küldenünk, mert ott a helyszínen el tudják végezni a szakképzett embereink ezt a munkát. De vannak olyan tevékenységek, amelyeket eddig is elvégeztünk, csak nem volt hozzá hivatalos
engedélyünk, mindenünk volt, volt eszközünk, felszerelésünk, szakképzett embereink, csak hivatalos engedélyünk, például gondolok itt egy felfekvés kapcsán bekövetkezett sebkezelésre, amikor minden nap ki kell cserélni a kötést. Nyilván egy 80 éven felüli embert nem küldünk kórházba azért, hogy ott kezelgessék, mert nem biztos, hogy tudnak annyi időt tölteni vele, mint amennyi időt a mi munkatársaink szánnak ezekre az ellátottakra, de a sebkezelést meg kell oldani, tehát a mi munkatársaink természetszerűen felügyelet, orvosi felügyelet mellett végezték a kötözést. Mindenféle olyan tevékenységek, például szondatáplálás, ami szintén egy ilyen szakápolási tevékenység, szondatáplálás miatt nem igen küldünk kórházba embereket, ha csak nem az állapota is ezt kívánja, de a szondatáplálást a mi nővéreink is el tudják végezni, mert hogy képesítésük megvan, eszközeink megvannak, így aztán most már hivatalosan engedélyünk is van. Az ANTS egyébként külön fölhívta a figyelmünket, mikor elkezdtük ennek az engedélynek a szervezését, hogy nagyon jól tesszük, hogy ennek a végére járunk, és hogy kérünk ilyen engedélyt, és megteremtjük a feltételeket, mert hogy egy idő után, ha elkezdik ezeket ellenőrizni, és kiderül, hogy mi engedély nélkül végzünk egészségügyi tevékenységet, abból komoly probléma lehet, így van. Tehát most már megvan ez az engedélyünk, és szépen működik a dolog, úgy tűnik, hogy a tervezettek szerint.